Minden mérkőzés nehéz, tehát ez is nagyon nehéz volt, mert Kaposvár jó csapat. Én azt mondom, hogy nagyon fontos győzelmet arattunk, és erre lehet alapozni, de nem szabad megállnunk. Nekünk nagyon fontos volt ez a győzelem. A kupa meccs után már sokat beszéltünk, hogy milyen fontos ez a következő bajnoki meccs a hazai pályán. Minden pont fontos. Tudtuk, hogy nem lesz semmiféleképpen egyszerű meccs. Tudtuk, hogy egy nagyon küzdés meccs lesz a 90 percen, de örülök annak, hogy minden játékos, amiről beszéltünk, hogy ebben a pillanatban mi legfontosabb az, hogy nagyon egyszerű futballt játszunk, és semmiféleképpen ne adjuk nagy lehetőséget az ellenfélnek. Ráadásul, ha meg kinyílik nekünk az opció, akkor próbáljuk azokat a lehetőséget minél jobban kihasználni, ami máma be is bizonyított. Az első fél időben nem volt olyan látványos, de mondom, amit kértünk a védekezésbe, azt megoldottunk, onnan az mellett tudtunk egy gólt rúgni. Másik fél időben egy kicsit felszabadultunk, kicsit jobban megnyomtunk, ahol meg is büntettek, de ráadásul volt egy Kabát Peti, aki nagyon jól kivégezte a szabadrugást, megint előnyt adott nekünk, és onnantól kezdve voltak jó támadásaink, voltak több lehetőség, lehetett még egy pár gólt rúgni, de ezek is örülök, hogy ezt a harmadik gólt is szépen be tudtuk húzni. Előrébb kell, hogy végezzünk a tabellán, nem ott, ahol most vagyunk. Nagyon sok a sérültünk, azt hiszem hozzátenném, eltiltott is van, úgyhogy ha ezek felépülnek, és mindenki egészséges lesz, szerintem biztos, hogy előrébb fogunk végezni.